Az elmúlt évtized egyik legdinamikusabban fejlődő sportja a SUP, az állva evezés, amiben olimpiai bajnok kajakosunk Fazekas Czúr Krisztina nagy menőnek számít a tengeren túlon. A SUP, vagyis a stand-up pedó mottója, állj fel és evez, előtt azonban üljenek még le és nézzék meg, hogyan kell használni egy SUP deszkát. Az elmúlt 3 évben több SUP deszkát értékesítettek világszerte, mint az elmúlt 20 évben windsurf deszkát. Stand-up paddle, állj fel és evez. Leginkább így fordítják magyarra a manapság leggyorsabban terjedő és legkedveltebb vízisportot, amely Magyarországra 5-6 éve tört be. A szörfözést, a hullámlovaglást és a kenuzást ötvözi. Állítólag a polinéz halászok állva evezős szokásához nyúlik vissza. Innen terjedhetett át Hawaii-ra, ahol a szörfdeszkán állva és evezve tanítottak a szörfoktatók. A Siófoki Support tulajdonosát, Urach Amit is rögtön rabul ejtette néhány éve. Én személy szerint Dubajban, a felhőkarcolók árnyékában kipróbálhattam ezt a fantasztikus sportot, és azt kell, hogy mondjam nektek, hogy szerelem volt első evezésre. A stand-up paddleboard, vagyis a SUP deszka lassan bárhol, bárkinek, felnőtteknek, gyerekeknek és kutyáknak is elérhetővé válik. Itthon is egyre több lehetőségünk van, hogy kölcsönözhessünk és vásárolhassunk SUP deszkát, és egy speciális, állómagassághoz kalibrált evezőt. Vannak hullámos vagy síkvízi, versenyre, szörfözésre, túrázásra alkalmas deszkák. Nem kell hozzá sem hullám, sem szél, szimplán egy deszka és egy evező, valamint az a belső szándék, hogy az ember kint kültéren sportoljon, a vízen legyen. Külön kategória a felfújható változat is. Ennek számos előnye van a hagyományos kemény anyagból készültekhez képest. Helytakarékosan tárolható, egyszerűen táskában szállítható, nem kell hozzá az autóra tetőcsomagtartó. A SUP deszkákhoz tartozó pumpával a vízpartra érve pikpak 5-10 perc alatt felfújhatjuk, majd aztán így felfújva is könnyen vihető, ami jól jön a gyerekeknél is. A deszkán való egyensúlyozva haladás pedig olyan hamar megtanulható, amit senki nem gondol. 5-10 perc alatt rá lehet érezni. Gyertek, álljatok a deszka közepére. Jó, mindenki fogja meg az evezőt a kezébe, az egyik kezzel fentről, a másikkal pedig középen. Jó, és próbáljátok kinyújtani mind a két karotokat, mert így fogunk majd evezni. Kortól, nemtől, és nagyon fontos, hogy fizikai felkészültségtől függetlenül körülbelül 4 éves kortól kezdve ez már egy élvezhető és nagyon gyorsan tanulható sport. Teljesen más az embereknek az arca, amikor már visszaérnek. Mikor még bemegyünk, akkor ott még megvan tényleg ez a, jaj, mi lesz most? És visszafelé sokkal magabiztosabb, tehát ahogy állnak a deszkán, jobban kihúzzák magukat, és néznek, nem csak maguk elé merednek. Mindenféle vízen végezhető, akár egyedül vagy csoportban, tökéletes testedzést nyújt, de emellett meditatív és relaxáló hatású. Nagyon jó kardiotréning, javítja az állóképességet, a koncentrációnkat, az egyensúlyérzéket, segít megőrizni az általános fittséget, és igencsak megdolgoztatja a mély izomzatot. Fejtetőtől a bokáig hihetetlen módon minden izmot megmozgat, azt vesz ki belőle az ember, amit szeretne. A sportolás mellett élvezhetjük például a természet közelségét, ami aztán végképp segít a stressz levezetésében, a kikapcsolódásban és a testi-lelki harmónia megteremtésében. Baros Panni is ezt találta meg, amikor először próbálta. Egyedül mentem ki, nem volt nálam mobiltelefon, és csak magammal voltam. Magammal, körülöttem a víz, fölöttem az ég, és láttam a túlpartot, a nádast, és annyira, tehát annyira ilyen csodálatos, ilyen egység érzés volt. Texasban például a háborús veteránoknak receptre írják fel a száppolást. Ezek a strapabíró deszkák az evezésen kívül akár a vízen jogázásra is tökéletesen alkalmasak. Urach Ami rendszeresen tart szápjoga és szápfitness órákat a Balatonon, akár naplementében, vagy éppen napfelkeltében is. A koncentráció hangsúlyba kerül, azon kívül, hogy fizikai síkon érezhetően szintén hatékonyabb, ugyanis azok a picikek és mély izmok rögtön bekapcsolnak, amik a matracon néha elustulnak. Élsportolóink is előszeretettel eveznek állva. Az olimpiai bajnok Gyurta Dániel és a vízilabdázó Madaras Norbert is szokott száppolni. A kétszeres olimpiai bajnok kajakos Fazekas Czúr Krisztinának pedig szápvilágbajnoki 4. helyezése is van. Hazánkban a strandokon még csak amatőr versenyeket szerveznek, hosszú távon vagy a technikai körökön indulhatnak a jelentkezők. Összességében azt várjuk ettől a sporttól, hogy 8 éven belül bekerül az olimpiai sportok közé, hiszen hasonlóan a kajakhoz és a kenuhoz
pontosan a távversenyeken vagy a gyorsasági versenyeken nagyobb nézőszám előtt is fantasztikusan megállná a helyét. Rendkívül népszerűek a világ nagyvárosaiban tett közösségi SUP-túrák, Párizst vagy éppen Velencét is egy teljesen más perspektívából ismerhetjük meg. Augusztus elején 120 SUP-deszkás evezett végig Budapesten a Duna belvárosi szakaszán. Ez a természethez kötődő sport egy teljesen új lehetőséget jelent a vízen. Magyarország a vizek országa. Akkor azt gondolom, hogy van jövője ennek a sportnak. És itt a Balatonon elindítva ezt a mozgalmat, bízom benne, hogy az ország számos folyóján és taván is csatlakoznak hozzánk. Nagyon nagy az érdeklődés egyébként. Nagyon örülünk neki.